Üdvözöllek, ifjabb Tóth Lajos, Lala vagyok Pécsről, és ebben a videóban a részkoloid oldatról lesz szó, egész pontosan annak pozitív tulajdonságairól, valamint a hatásmechanizmusáról. Apokaliptikus hangulat ide, apokaliptikus hangulat oda, ijegységre semmi ok, mindig van megoldás. Na lássuk is, ismersz olyan embert, aki csontritkulásban szenved? És van az ismeretségi körödben vérszegény? Na és mi a helyzet a bőröd, a körmöd állapotával? Nos, bármi is legyen a válaszod, vitathatatlan tény, hogy ma már egyre kevesebb rezet juttatunk be a szervezetünkbe a természetes táplálkozás szabályainak betartása ellenére is. Ez viszont gáz. A sok zöldség, a sok gyümölcs, és a sok meg annyi finomság. Hol vannak már a régi értékes termények? Abban a hitben élünk, hogy szépen megesszük a szükséges anyagokat, a megfelelő mennyiségben, majd csodálkozunk, amikor megbetegszünk. A réz nem is olyan régen, minden napjaink használatos alapanyaga volt. Ahogy fogdostuk és dolgoztunk vele, bevittük a szükséges mennyiséget a szervezetünkbe. A termőtalaj, szántóföldek szintén nem szenvedtek részben hiányt. Mára azonban a modern gazdálkodás következményeképpen megváltozott a helyzet. A rézkoloid nem valami varázsital, védtelenül egyszerű hatásmechanizmussal végzi el a munkáját testünkben. Sokan sajnos még nem tudják, hogyan működik, de most ezzel a videóval ezt szeretném prezentálni. A csontritkulásnak valójában nem a kálcium hiány az oka, hanem elsősorban a rézhiány. Ugyanígy van ez a vérszegénységgel is. Mindjárt megmutatom, hogy miért. Testünk 206 darab csontból áll. Itt található az egész csontváz. Ahogy közelebb megyünk és kinagyítjuk, jól láthatjuk az egészséges és a csontritkulásos elváltozást mutató csontszövetet. Maga a kalcium és a foszfátion nem tud bejutni egyedül minden segítség nélkül a csontsejtekbe. A sejthártya ilyenkor áthatolhatatlan falat képez, szinte visszapattanak a csontsejtek működéséhez szükséges elemek. Így a sejtek éhen maradnak, noha alig néhány nanométernyire ott van a szükséges anyag. A bejutáshoz egy speciális enzimre van szükség, de ez az enzim sem tudja önmagával elintézni a dolgot. Ehhez kell a koloidális réz, amely aktivizálja az enzimet, minek köszönhetően így már magához tudja vonzani a kálcium és foszfát ionokat. Az enzim belsejében megbújva bejutnak a kellő ionok a csontsejtekbe, és ott a megfelelő helyen bekapcsolódnak, hogy feladatukat beteljesítsék. Ennyire egyszerű ez is. A vérszegénység kialakulásához vezető út is hasonló irányból fakad. A vérben sok millió vörös vértest kering szüntelen. Minden egyes ilyen kis sejtben ott lapul a hemoglobin molekulája. Itt található az oly fontos vasatom is.
Most a hemoglobin molekula precíz szerkezetét látjuk. A vérszegénység tehát a vörös vértestekben található hemoglobin vashiányát jelenti, ez pedig nem jó dolog. Az oxigénszállítás alulműködését eredményezi testünkben, tehát gyakorlatilag észrevétlenül fuldoklunk. Ahhoz, hogy ebben a molekulába be tudjon épülni a vas, szintén egy enzim közreműködése kell, és ennek az enzimnek az aktivizálásához szintén részre van szükség. A beépülés hatásmechanizmusa a csontritkulásnál bemutatott módon zajlik le. Na és hallottál-e már a szabadgyökökről? Ezek a rossz fiúk nem sok jót tudnak csinálni a szervezetedben. Minden esetre a szabadgyökök romboló hatását egy szuperoxidesz-féle enzim semlegesíti. Itt látható ennek az enzimnek a bonyolult felépítése. Ha a molekula mélyére bejutunk, jól láthatjuk a réz és a cink kettős jelenlétét, ami együttesen az enzim aktivitásáért felelős. Ha nincs benne ez a két elem, akkor egyszerűen nem működik, és nem semlegesíti a szabadgyökök rákkeltő hatását. És ez bizony nem egészen előnyös számodra. És te mit gondolsz?